A film létrejöttét támogatta a Varivál Gépgyártó Fejlesztő és Kereskedő Kft. Az igaz, hogy mondjuk agresszív tévéfilmek után egy kicsit, nagyon minimálisan, de agresszívebbé válik, mondjuk egy gyerek, vagy akár egy felnőtt is. De egy agresszív játék után még inkább békésebbé válik. Tehát majdhogy nem azt mondom, hogy az lesz tőle agresszívebb, aki nézi, hogy agresszív játék, hogy lövöldözök, hogy, hogy gyilkolászom a szörnyecskéket ezrével. Aki nézi és nem érti, hogy ez nekem miért jó, az lesz tőle agresszív, és ez persze rávetíti utána. Az lehet, hogy van olyan, hogy mondjuk egy álmokfutó, az mint valamelyik, mondjuk a Grand Theft Auto mintájára kezd el álmokot futni, de nincs több álmokfutó, mint 100 éve. Legfeljebb ma így öltözteti föl, 100 éve mitte kaszát kapát ragadott. Egy függőség csak egy másik függőséggel váltható ki. Nincs olyan, hogy leszoksz róla, nincs olyan, hogy leszoksz a kábítószerről, leszoksz a dohányzásról vagy az alkoholról. Lehet, hogy lehet, hogy többet nem gyújtasz rá, akkor is dohányos vagy. Egy abszinens dohányos. Egy függőséget csak egy másik függőség tud kiváltani. Na most, ha az a kérdés, hogy a gyerekem inkább tanuljon-e, vagy inkább játszon, lehet, hogy a tanulást választom. Ha az a kérdés, hogy a gyerekem inkább heroinozzon, vagy inkább játszon, nincs az a szülő, aki nem azt mondja, hogy inkább játszon. Márpedig ez a kérdés, hogyha át lehet terelni a tanulásra, akkor azt fogja ilyen szenvedéllyel csinálni az, aki magára a függőségre hajlamos. De nem az a kérdés, hogy okoz-e a játékfüggőséget, mert persze, hogy okoz. Annál, aki hajlamos rá, és aki pont erre csobban rá, annál függőséget okoz. De nem ez az értelmes kérdés, hanem az, hogy mivel váltaná ki, ha más csinálna. Nagyon könnyen lehet, hogy például valami durvább kábítószerrel. Játssz a vakondok.gamestar.hu oldalon, és kerülj fel a filmvégi highscore listára. A film létrejöttét támogatta Ungvári Ferenc, Kiskörös. Médiapartnerünk a GameStar.